Sziasztok! Üdv ismét a csatornámon! A mai videóban ismét ruhákat fogok megmutatni nektek. Így is, meg majd rajtam is fogjátok látni őket. Ezúttal is a Shein és a Romvi oldalakról rendeltem. Ezúttal is 5 darab ruha szerepel itt előttem, 2 darab a Shein webshopból, és 3 darab a Romvi webshopból. És itt egy Sofi is, aki majd asszisztál a videó során. A mostani videóban is olyan ruhákat fogtok látni, melyeket pocakosan és nem pocakosan is lehet viselni. A Shein és a Romvi oldalakon kismama ruházat nincsen, tehát ugye én próbáltam olyan ruhákat rendelni, amiket nagyobb pocakkal is fel lehet venni, tehát picit bővebb fazonú ruhák, de nyilván ezek nem kismama ruhák. Ha érdekel titeket, hogy milyen ruhákat válogattam össze, akkor ne menjetek sehova. Oké, akkor egy gyors összefoglaló. A Shein és a Romvi oldalakon szerintem főleg Kínában gyártott ruhákat lehet vásárolni. Nem vagyok benne 100%-osan biztos, de nekem úgy tűnt, hogy ezek Kínából érkeznek. De én azt mondanám, és ezt az első videóban is elmondtam, hogy nem rossz minőség. Nyilván nem egy csúcskategória, de én azt mondanám, hogy egy ilyen H&M-es minőségben be tudtok ott szerezni ruhákat, és ami szintén fontos info, nagyon olcsón. Pláne most szerintem ilyen télvégi leárazások vannak, tehát például ezek a ruhák, amiket én válogattam, ezek is ilyen nagyon olcsón beszerezhetőek. A nagyon olcsó az azt jelenti, hogy mondjuk egy ruha ilyen 16 dollár, körülbelül egy kabát meg körülbelül 30 dollár, de ha nem akciósok a ruhák, akkor sem drágák. Tehát én egy ilyen kínai bolthoz hasonlítanám így az árakat. Ott vannak körülbelül ilyen árfekvésben ilyen jellegű ruhák, nyilván nem ilyen minőségben. Úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes rendelni, csak nagyon fontos megnézni a... Hát az értékeléseket, mert hogy van arra lehetőség, hogyha kapsz egy ruhát, akkor küldesz be fényképet róla, illetve írsz egy értékelést, és abból sok információt lehet szerezni, illetve még szintén fontos, hogy lemérjétek a ruhákat, és nem a ruhákat, hanem magatokat, hogy milyen hosszúságú ruhát szeretnétek, hogy milyen, mekkora a vászélességetek, mekkora a mell, a derék, stb. Mert a pontos adatok ott vannak, minden ruhánál szerepelnek. De mit csinálsz itt mögöttem, pocok? Kukucs! Közben Sofi vergődik itt mögöttem. Hát néha látjátok a lábát. Na de, kezdjük az elején. Szerintem elsőként a Shein oldalról rendelt 2 ruhát fogom megmutatni. A legelső már volt is rajtam egyébként egyszer, és róla van szó. Tehát ez egyébként egy viszonylag vastagabb anyag, tehát nem feltétlenül egy nyári ruháról van szó, hanem inkább ilyen tavaszi-őszi, illetőleg télen is, ugye én most vettem fel nem olyan régen, körülbelül mínusz 5 fokban volt rajtam egy péntek esti programnál. Szóval simán tudjátok hordani ősszel, tavasszal és télen is. Nyáron mondjuk egy esti hűvösebb programhoz, mert hogy hosszújú, megmondom, ez egy picit vastagabb anyag. Pontosan nem tudom, hogy mennyibe került, szerintem 16 dollár körül van most ez fenn a weboldalon. És ez egy SS méret, ugye én már elmondtam korábbi videóban is, de most is elmondom, én 163 centi vagyok. Normál esetben ilyen 49-50 kiló, most 60, így már szüléshez közeledve. És hát úgy számolok ezzel a ruhával, hogy most is jó, de remélem, hogyha megszültem, akkor is fogom tudni hordani, mert hogy ez egy ilyen bővített fazon derék alól bővül, és szerintem teljesen jó a minősége, jó a hossza, én abszolút elégedett vagyok vele, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt megrendeltem, és tudom ajánlani nektek, hogyha ilyesmi ruhát kerestek. A következő ruhadarab szintén a Shein oldalról, az szintén egy ruha. Ez a sötétkék virágos darab. Egyébként, ha jól tudom, talán ez több színben is elérhető, illetve van
több olyan, ami nagyon hasonló ehhez. Ennek az a különlegessége, hogy ilyen ejtett a válla, de majd úgy is fogjátok látni a videón, amikor felveszem. És ugye ez egy ilyen muszlin anyag, tehát ez vékony és átlátszó. Ez alatt van egy alsó ruházat, meg is mutatom, tehát egy ilyen alsó rész, tehát nem látszik át, és ugye egy gombos a nyak részénél. Viszonylag hosszú, tehát ilyen körülbelül térdig ér. Nagyon örülök ennek is, és ezt is abszolút jó minőségűnek látom, tehát nem látok igazából se varrásban hibát, se az anyagban nem látok hibát. Ez is nagyon olcsó volt, nyilván be fogom tenni majd a weboldalon az árakat. Az infoboxba be fogok tenni minden ruhához linket, úgyhogy onnan el tudjátok érni, és fogjátok látni, hogy mi mennyibe kerül. Ez szerintem tipikusan olyan ruha, amit terhesen és nem terhesen is lehet viselni, és mindkét szituációban vagy helyzetben csinos, mert hogy viszonylag bő fazon, és viszonylag hosszú is, de minden mellett ülőies és légies a darab. Úgyhogy ezt sem bántam meg, ennek is nagyon örülök, és biztos, hogy fogom hordani nem pocakosan és pocakosan is. Úgyhogy szerintem ez is jó választás volt. Ja, és a mérete, amit még nem mondtam el, ez is SS méretű. SS. A következő az már a Romvi oldalról van. Az legyen egy ilyen sportosabb tunika. Róla van szó. Tehát ez egy ilyen kapusznis, picit sportos jellegű, de közben minden mellett ilyen, hát picit szexi, elegánsnak meg nem mondanám, tunika, elég hosszú fazon, úgy, hogy egyébként ez egy XS-es méret, nagyon puha és nagyon sejmes ez a, nem is tudom, plüssbársony, vagy nem tudom milyen ez a, ennek az anyagnak a neve, ugye itt elől zsebes, de fogjátok látni ezt is a videón. Ez sem volt egy drága darab, és ennek is nagyon örülök. Mondjuk most már azért eléggé felfeszül a pocakomon, szóval nem tudom, hogy meddig fogom tudni ezt úgy felvenni, hogy az még úgy jól nézzen ki. Hát harisnyával nem nagyon, de stretchnadrággal szerintem ez elég vagány, és biztos, hogy fogom hordani szintén nem pocakosan is. Nem bántam meg, egyetlen egy szépséghibája van, hogy itt egy picit a varrásnál nem lett szépen eldolgozva ezek a kötők itt a nyakánál, de nem arról van szó, hogy foszlik, hanem csak nem lett levágva a cérna, szóval ezt csak annyira le kell vágni, és tök jól működik. És jó meleg egyébként, ezt nem is mondtam, szóval ez abszolút nem nyári darab, hanem inkább téli vagy őszi. Szerintem ezt is nagyon fogom szeretni. A következő darab az egy ing, vagyis hát egy tunika igazából. És ami ebben megtetszett, az a mintája, ugyanis ez egy nyuszis darab. Kis kék nyuszik vannak rajta, sárga masnival anyagukban. Én alapvetően a letisztult, picit nőiesebb, picit elegánsabb stílus híve vagyok, és ez mondjuk pont nem az, de ez annyira megtetszett, ez a kis nyuszis fehér ing. Eleve szeretem egyébként az ingeket, és ez egy ilyen sima pamut, picit merevebb, picit vastagabb anyag, ugye itt fel lehet gombolni az új részénél, és viszonylag hosszú. Egyébként ez egy M-es méret, ha jól emlékszem, igen, ez egy M-es méret. Nekem így pocakosan pont jó, mert nem feszül rá a hasamra egyáltalán, és a hossza is pont jó. Azért választottam M-eset, nyilván ezen két okból kifolyólag, amit előbb említettem, illetve a webshopnál olvastam a review-kat, tehát az értékeléseket, és többen azt írták, hogy ez nem ruha, hanem egy hosszított fazonú ing. Ez így is van, tehát nem túl keskeny a deréknél is ahhoz képest hosszú, hanem mint egy nagyobb méretű ing, aminek a váll része akkora, mekkora méretetek, tehát vállban nyilván nem bő, de derékban elég bő, és ahhoz képest nem annyira hosszú.
Úgyhogy úgy érdemes ilyet vásárolni, hogy vagy, hogyha SS méretűek vagytok, akkor érdemes, hogyha hosszabbat szeretnétek, akkor egy MS-et bevállalni, és mondjuk egy vékony övvel felvenni, vagy számítsatok rá, hogy ez nem annyira hosszú fazon, de nyilván ezt is látjátok a videón. Ez sem bántam meg, ennek is nagyon örülök, ez picit ilyen lazább fazon, akár farmerrel, akár stretchnadrággal szerintem fogom szeretni és fogom hordani, és nem utolsó sorban ez is nagyon olcsó volt, de infoboxban megtaláljátok, illetve a videón is látjátok. És akkor az utolsó darab, az picit ilyen extra, az egy kabát, róla van szó, és egyébként szerintem van egy boríték a zsebében, ami benne maradt véletlenül. Szóval egy púderrózsaszín kabátról beszélünk, ami szintén XS-es méretű, és ez egy átmeneti kabát, tehát nem térre ajánlom, mert hogy nem vélet egyáltalán, csak egy ilyen filc, azt hiszem filc ez az anyagnak a neve, és hát ilyen sima megkötős. Nekem ami megtetszett, az a színe, ez a púderrózsa szín, szerintem ez most nagyon divatos, meg egyébként nagyon elegáns is, és én szeretem is a rózsaszínt, hát ugye a másik felső is az. Nem látok benne semmilyen hibát, az anyaga is tetszik, nagyon puha, és szerintem ez is olyan darab, ami mivel megkötős, ezért pocakosan is fel lehet venni, de ha már lapos lesz a hasom, akkor is fogom tudni hordani, ez biztos. Azért választottam belőle XS-eset, mert azt olvastam szintén az értékelések között, hogy egy picit olyan bővebb fazon. Egyébként ez itt a karjánál látszik is, hogy ez nem egy ilyen nagyon keskeny fazon itt a karnál. Te mit tudom, Bogyó? Gyere ide hozzá. Jössz? Egészséget. Jössz? Jó. Hát gyere majd ide egy kicsit. Töröm. A mákot, takasztom a kalácsot. Na most te csinálod? Töröm a mákot, takasztom a kalácsot. Töröm a mákot, takasztom a kalácsot. Kicsi. Vegye. Így, még csináljuk. Hello, üdvözöllek. Hello? Nyömmi. Na jó, szóval ezeket a ruhákat válogattam, közben Szofi kiszakítja az ujjamat a helyére. Még csináljuk így? Csip-csip csókát? Vagy mit? Mit szeretnél? Igen? Na figyelj, csak anya, hagyj fejezze be a videót. Jaj, de szereti anyád. Szereti anyád, így, igen, nagyon szereti. Na jó, akkor menjél. Szóval ezúttal ezeket a ruhákat rendeltem, mindegyiknek nagyon örülök ismét. Egyébként tök jó, hogy ez már a harmadik ilyen rendelésem, és eddig egyik ruhában sem csalódtam. Mindegyik szerintem olyan, amit fogok szeretni és fogok hordani. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, várom hozzászólásokat is. Ha bármelyik ruha megtetszik, akkor rendeljétek meg, szerintem nem fogtok benne csalódni, illetve hogyha kérdésetek van, akkor nyugodtan kommenteljetek, megpróbálok segíteni. Megtaláltok a Facebookon, a Pinteresten, az Instagramon és a Snapchaten és glamify.hu néven. Most már ennyi fért a videóba, én most gyorsan itt elrámolok, aztán megetetem Sofit. És egyébként egyre nehezebb. Tehát most már konkrétan folyamatosan csak lihegek. Annyira nagy a hasam, hogyha így ülök, annyira ugye nyomja fel a tüdőmet, meg minden nyom, hogy nézzétek el nekem, hogy kb. Úgy beszélem végig a videót, hogy így. Mert ez emiatt van. Hát látjátok, hogy mekkora pocak, de azért meg is mutatom. Jó. Tehát azért most már úgy emberes, azt kell mondjam. Egyre kényelmetlenebb, de
Most már nincs annyira sok hátra, már a 32. hétbe léptem be, úgyhogy még 7-8 hét van hátra, ezt most már fél lábbal is. Oké, ennyi volt mára, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és puszilunk mindenkit. Sziasztok!